Érdekel, hogy hogy készíthetsz ilyen típusú videókat, rengeteg más videót megnézel arról, hogy hogyan lehet kialakítani egy ilyen király kis teret, milyen eszközöket kell használni, és nyilván ezáltal a YouTube elitjébe tudsz kerülni a saját videóiddal. Megnézhetted már a Peter McKinnon külföldi pár itthoni videót is, és gondolkozol, hogy mi számodra a legmegfelelőbb eszköz. Pontosan ezekről fogunk beszélni ebben a videóban, minden részletet átbeszélünk, de először jöjjön az intro. Itt az ideje, hogy a legapróbb bugyrokig szétboncoljuk azt, hogy mik a legkirályabb eszközök és alternatívák ahhoz, hogy egy ilyen otthoni tolkienkedes videót tudjál az a home office stúdiódba készíteni. Rengeteg mindenről lesz szó, viszont minden, amit elmondok, az a leírásban, a like-gomb alatt megtalálható, amit amúgy ugye a like-gombot be is nyomhatsz, hogyha úgy gondolod, hogy ez a videó értékes. Na, de minden egyéb rizsa mellett, nélkül, menjünk bele, hogy hogyan készítettem én el ezt a videós setupomat. Igazából egyetlen egy videós szöget használok, nyilván lehetne három is, ahol mondjuk egy ilyen fentről lefele nézőt, vagy mondjuk pont a monitorom felé helyezett kamerát, azt mondjuk néha szoktam használni, amit mondjuk egy elgátó, vagy valamilyen friction arm-mal ide tudok helyezni, de mivel van egy másik része igazából az ebédlőasztalom, ahol a fentről lefele nézetet használom, és azt vettem észre, hogy amúgy a zoom call-okhoz tök jól néz ki, hogy így oldalról van a kamera, így kevesebb eszköz van itt, és maradtam ezzel a setup-pal. De mi is ez a setup? Szerintem így sokkal minimalistább, használom a Sony A7S3-amat, ugyanúgy egy Sony 24-1.4-es GM lencsével. A kamera az egy 4K-s, full frame-es, 10 bit, 4.2-2-es színes videó, ami egy total overkill erre az egész setupra, meg YouTube-ra, de mivel videózással foglalkozom, úgy gondoltam, hogy az elérhető eszközeimet minél több különböző szenárióban használni fogom, és így ez is ez lett például, hogy itt ezt használom, a 24 mm megtartja ezt a széles látószögöt, vlogos stílust, ad egy nagyon jó elmosott hátteret, és talán azt említeni sem kell, hogy a Sony autofókusz az egyik elérhető legjobb, úgyhogy a fókusz miatt igazából nem is kell aggódnom. De, hogyha valamit mondjuk csak streamelésre, vagy online hívásokra szeretnél, akkor például egy olyan eszköz, mint a Sony ZV-1 is, bőven elég még sok is arra, hogy azt megcsinálja, és nyilván sokkal kevesebbe kerül. Egy másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogyha használsz kamerát videózásra, online call-okra, akkor ahelyett, hogy az aksit használnád, vehetsz egy úgynevezett dummy battery-t, amit be tudsz rakni az áramba, vagy USB-vel csatlakoztatod, és így nem kell amiatt aggódnod, hogy bármikor lemerülne az aksi egy hívás közben, vagy videófelvétel közben. Ahogy említettem, és ugye ha még nézed ezt a videót, amit nagyon köszi, most is láthatod, hogy én nagyon sok ilyen Talking Head videót csinálok. Ebben a videóban nem fogok belemenni abba a hosszú folyamatba, hogy mi kell ahhoz, hogy elkészüljön egy ilyen videó, tehát mi az alkotásnak a folyamata. Ha ez érdekel, akkor írd meg kommentbe, és persze iratkozz is fel, hiszen lehet, hogy csinálok egy ilyen videót is. De most itt, amiről szeretnék beszélni, hogy milyen a setup. Scriptet használok, és ehhez kell egy úgynevezett súgógép, teleprompter, annyira megegyszerűsíti, leegyszerűsíti a dolgokat, és amúgy eddig is olvastam ezt a videót, nem tudom, hogy mennyire vetted észre, bár van ebben egy kis csavar. A csavar az, hogy most igazából csak egy ilyen vonalvezetőnek használom, mert amúgy angolul szoktam írni a scriptjeimet, a szöveget, de ugye most magyarul beszélek, tehát én látom az angol szöveget, és közben így valahogy az agyam átfordítja, és használom egy ilyen kis sarok kapaszkodónak. Ennyit az Insider Info-ról. Milyen telepromptert használok? A Filword TP10-et. Ezt konkrétan a kamerának az objektív elé tudom így ráhúzni, és utána rácsatlakoztatok egy tabletet, vagy egy telefont, és egy PromptSmart nevű appot használok, és ezáltal tudom olvasni úgy a szöveget, hogy teljesen ugye belenézek a kamerába. És most is megy a szöveg.
Ha vizuális vagy elképzelheted, hogy ezáltal ugye a kamera előtt még ott van ez a teleprompter és az iPad, igen, nagyon előre helyeződik a súly, épp ezért nagyon fontos, hogy egy megfelelő állványt használjunk. Sajnos, mivel ugye nekem egy kis terem van, nem tudok egy nagy állványt, egy tipikus állványt használni, mert egyszerűen nem fér el az asztal mögött, ezért valami alternatív megoldása volt szükségem. Persze vannak ilyen asztali állványok is, de azok annyira ilyen instabilak, féltettem az egész rendszeremet, és tényleg éreztem is, hogy néha eldőlt, és így találtam egy nagyon jó megoldást egy szuper cégtől, mind a termékeik, mind a support szolgáltatásuk is a legmagasabb szinten van, úgy hívják őket, hogy iFootage. És az iFootage Cobra vonal, vagy széria igazából újra értelmezte azt, hogy milyen legyen egy állvány vagy egy monopod. Az RB200 az egy asztali monopod, ami azon ki, hogy nagyon jól néz ki és könnyű kezelni, állítani, amivel tényleg más, mint a konkurenciája, hogy egy sima háromlábas kis setup helyett egy alaptalpat használ, egy nagyon nehéz talpat, és ezért van, hogy mindig a közepén tartja a súlyt, és nem kell aggódnom attól, hogy mondjuk leesne a kamera, a teleprompter és az iPad is, ami amúgy egy nagy, tényleg egy nagy súly annak, de a kialakításnak köszönhetően ez szuperul működik. És mivel úgyis olyan rövid ez a videó, vagyis nem, annyit még elmondanék az iFootage-ról, hogy rárakhatsz bármilyen ugye, csatlakozót, amivel a kamerát rárakhatod. Én egy ball headet választottam, ez ugyanúgy az iFootage-nak a ball headje, kompatibilis, jól lehet kezelni, akraszvisszes bármilyen csatlakozó, ami minden más eszközömön is van a kamerához, teljesen jól működik, és csak ráteszem, és már tudok is forgatni. Ez a videófelvétel. De mi van, hogyha kólom van, ahogy említettem, ezt a Dokkomon keresztül az Elgato Camlink-kel oldom meg, ami egy HDMI csatlakozó, megy egy 3 méteres HDMI kábel, hiszen az asztal másik oldalán van a két eszköz, és ez a pendrive kinézetű cucc, amit Camlink 4K-nak neveznek, csak becsatlakoztatom a dokba, és már is értelmezi a kamerámat, mint egy külső kamera, és tudom bármire használni, amúgy működik tabletekkel, PC-vel, Mac-kel, amivel csak szeretnéd, szinte semmilyen késleltetése nincsen, tehát tényleg azt látod, ami éppen történik, használható streaming eszközökkel, a programokkal, mint az OBS, de direktbe lehet összekapcsolni Skype, Hangouts, Zoom, Teams, bármi, amire te gondolsz. Ha pedig nem csak egy kamerát szeretnél használni, hanem több, mert hogy ez érdekesebb, vagy szeretnéd mondjuk egy külső forrásként, mondjuk ha egy prezentációt csinálsz, nem csak megosztani a screenedet, hanem úgy kezelni, mintha az lenne a kép, és ilyen picture in picture, hogy kint a prezentációt, te kicsibe látszódsz, akkor használhatsz mondjuk egy Blackmagic Atom Minit, ami azt hiszem 3 vagy 4 vagy 5, ide felírom, különböző HDMI bemenetet tud kezelni, és ezáltal tud switchelni, váltogatni, hogy éppen mi hogy látszódjon. Nekem arra, amire szükségem van, az egy totál overkill, és a Elgato Camlink egy pár tízezer forintért elérhető, és tökéletesen működik. Világítás. Amennyire tudtam, szimplán tartottam ezt az egészet, igazából egy fő fényem van, és néhány ilyen dekorációs fény, mint ahogy a háttérben is látod. Rengeteg különböző setupot, fényt, softboxot próbáltam ki, de ugye ez egy nagyon kicsi tér, és éppen ezért jelenleg úgy döntöttem, hogy egy ilyen flexibilis LED panelt használok, így lehet hajtogatni, simán csak azért, mert annyira kicsi, és nem kell neki sok hely, mint például ezzel szemben, hogyha van egy óriási softboxom, sokkal jobban és tágasabban néz ki a szoba. És amúgy is a Godox-nak az FL150-e, az egy 60x60-as softbox, és mert nagyon közel van hozzám, szerintem bőven elég, és ezt a lágy, szép fényt ugyanúgy tudja adni. Amúgy 10%-on használom a 150 watthoz képest. Van hozzá egy control box, ami nagyon, mert nem kell mindig a fény háta mögé menni, hanem ez csak lóg az Elgato multimounton, amire amúgy ráhelyeztem magát a fényt is, ez a control box, és ott tudom bekapcsolni, állítani a dolgokat, és simán elbírja, mert annyira könnyű ez a fény. Amúgy ezen a fényen kívül, csak hogy feldobjan a hátteret, láthatod ezt a két RGB csövet, szerintem nagyon jó kis hangulatot ad neki, és egy picit olyan izgalmasabb lesz tőle a szoba, meg amúgy is nagyon szeretek ilyen kis hangulatfényeket használni.
Egy másik hack, amit használok, ezt szeretném elmondani, nyilván látod ezt a nagy ablakot, amit hogyha most, mint így nappal veszek fel, akkor egy nagyon jó ilyen kis oldalfényt ad, ahogy látod a bal oldalán az arcomnak. Nyilván, hogyha este veszek fel, akkor ezt elvesztem, de érdekes módon a függöny a Godox fényt így visszapattintja, és ezért nem lesz olyan, hogy mondjuk az egyik oldal az arcomnak túl sötét, hanem ez is egy ilyen jó arányban van, ez a YouTube-os 3D-s feelinget meg tudja adni. Persze, simán beszerezhetnék mondjuk egy másik fényt, néha amúgy szoktam is odarakni, hogyha este forgatok, hogy meglegyen ez a haj, vagy ilyen kis oldalsó fény, de most nekem ez a minimalista, egyszerű megoldás teljesen jól működik. Mit gondolsz? Kell ilyen magas minőségű eszközpark ahhoz, hogy ilyesmi videókat csinálj? Szerintem amúgy egyáltalán nem, és disclaimerként el kell, hogy mondjam, hogy jó pár céggel, márkával, akit említettem ma, partneri kapcsolatba tudtam kerülni, és ezért volt az a lehetőségem, hogy tényleg a nulláról kitaláljam, teszteljem, és kialakítsam azt a setupot, ezt a rendszert, amit bemutattam, de ha kíváncsi vagy, a Sonyval nem, a Sony nem támogat, úgyhogy Sony, hogyha nézed, akkor kérlek jelentkezz, annyira jó lenne együttműködni. Vissza a lényegre. Ha még az utad elején vagy, akkor az említett dolgoknak a nagy része egyáltalán nem szükséges. Rengeteg jó minőségű kamera, objektív van, sokkal elérhetőbb áron, ami még mindig többet tud annál, mint ami YouTube-hoz kell. Igazából a videónak a célja annyi volt, hogy adjon neked néhány ötletet, tippet, trükköt, hogy a te saját teredet hogy alakíthatod ki. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen most a te tered, vagy ebből milyen ötleteket kaptál, mit nem csinálnál, úgyhogy kezdjünk el beszélgetni, írd le kommentben a véleményedet, tudod, a komment ott a like-gomb alatt van, amivel tudod, hogy mit kell csinálni, vagy bármi más is csinálhatsz, amihez éppen kedved van. A nap végén viszont el szeretném azt mondani, egy ilyen belső érzés, hogy nagyon elégedett vagyok ezzel a kis térrel, amit itt ki tudtam alakítani, szinte már tökéletes, és hogyha valaki hasonlóan hozzá, mondjuk egy ilyen egyemberes show, mindent magadnak csinálsz, dolgozol, kolljaid vannak, filmezel, akkor nyilván rengeteg funkcionalitást kell figyelembe venni, és nyilván ott van a büdzsé is, mert nyilván az a cél, hogy a leginspirálóbb, kreatív környezetet meg tudja teremteni az ember, és ez rengeteg funkcióra, eszközre van szükség. Engem mindig vonzott a design, meg hogy hogyan alakítják ki más kreatív, produktív emberek az ő munkaterüket, de a saját magam verzióját megcsinálni teljesen új volt nekem. Több tucat órát töltöttem azzal, hogy kutattam, teszteltem, különböző variációkat kitaláltam a videózásra, a hangra, konkrétan az asztalomra is, és neked is csak ezt tudom javasolni, hogy járj utána, csináld meg a házidat, és ehhez egy segítség lehet pontosan ez a széria, ez a sorozat, amiben a különböző aspektusokat mutatom be, hogy hogy tudsz egy ilyen teret megteremteni. Úgyhogy, ha érdekel ez a téma, itt van ez a két videó, kezd ezekkel, de nyilván csak azután, hogy megnyomtad a feliratkozás gombot a kis notifikációval együtt, és azután irány ez a valamelyik videó. Most szeretném megköszönni, hogy ezt végignézted, hogy még itt vagy, nagyon jól esik, és remélem valahol találkozunk. Szia! Sziasztok!